Kossuth kiflivel és kávéval várták a Bátaszéki Művelődési Házban az ünneplőket, emlékezve a gesztussal a Pilvax kávéházra és az ott történt eseményekre. Az ünnepi műsorban az általános iskolások a szabadság fontosságára helyezték a hangsúlyt. A sajtószabadságának fontosságáról és a megfelelő időben elvégzett feladatokról és kötelezettségekről szól többek között ünnepi beszédében Bozsadik Róbert polgármester. A történelemben akkor lehet nagyot alkotni, ha a vezetők és követőik megértik, megérzik az idő szavát. Akkor és ott azt teszik, amit tenni kell, amit tenni lehet és amit tenni érdemes. Bozsadik Róbert azt mondta, a jelen számára a 48 legfontosabb üzenete, hogy a valós problémákra kell fókuszálni. Nem áll ellenségek elleni harcra kell fölhívni a magyarokat, hanem a valós problémákkal kell foglalkozni, mert ennek a kornak is megvan a maga törekvése, megvan a maga feladata is, ha ezt elszalasszuk, akkor nem csak a mi nemzedékünk jövőjét szalasztjuk el, hanem az utánam következőkét is. Az ünnep zárásaként a Bátaszéken működő civil és társadalmi szervezetek, valamint a közintézmények képviselői helyezték el koszorúikat a Hősök emlékművénél.